Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék a Lilis szigeten negyedik részével, onnan folytatjuk a játékot, ahonnan abba hagytam. Ugye az előző részben végre megtaláltuk a kis homárt, akit egyébként el is loptam a ráktól, illetve sikerült kézbesíteni a levelet, úgyhogy egymásra talált a két kis bagoly, és ugye most jelenleg 20 ezer pontunk van, amiből majd tudok szépen fejleszgetni még itt a szigeten, viszont Bellánál van egy felkiáltójel, úgyhogy lehet vele még beszélnék. Szerette bocsánatot kérni azért, ahogy Hút viselkedett. Néha egy kicsit zsémbes tud lenni, amikor olyan területen van, amit nem igazából ismer. Kérlek, bocsáss meg neki, mert nem annyira egyszerű neki egyedül lennie. Jó, akkor szerintem velük is sikerült beszélni. Nem haragszom a bagolyra, bár azért tényleg lehetne egy kicsit udvariasabb. Lehet, hogy ő is csiszolhatna egy kicsit az udvariasságán, ugye... Hát leszúrt engem azért, mert szerinte egy kicsit későn kézbesítettem a levelet, de hát nem tudtam, hogy kinek kell a levél. Lehet, hogyha mondjuk megmondta volna, hogy egy bagoly leányzót keres, akkor hamarabb megtalálom a címzettet. Gyorsan kivágom itt a fákat, hogy legyen még alapanyagunk, és akkor szerintem utána beszélek lent ott a nyuszival, aki hát ugye bevallotta, hogy eladogatták szépen azokat a dolgokat, amiket én összegyűjtöttem nagy nehezen, és akkor hátra tudunk valamit közösen üzletelni. Szerintem egyébként abból is egészen jó dolgok sülhetnek ki, bár eddig én úgy érzem, hogy mindenki csak kihasznál ezen a szigeten, nem tudom, hogy mennyire van ez így, de szerintem hamarosan a végére járunk ennek is. Jó, szóval akkor jöjjünk ide a farmhoz, és akkor nézzük meg, hogy itt mit tudunk még fejleszteni. Elmetek tököket tudunk ugye ültetni. Illetve lesz madárijesztőnk is, szerintem akkor lehet még gyorsabban fognak majd megnőni nekünk itt a termények. Minden esetre beszélek akkor vele, és elméletileg, itt hogyha rámegyek a trackre, akkor kírja, hogy mit kellene összeszednünk. 30 darab búza, 30 darab paradicsom és 30 darab tök! Oké, okay, akkor a tökös fejlesztés mindenféleképpen meg kell, hogy csináljuk. 18 ezerbe kerül, viszont így akkor lesznek méheink, meg szép festett kerítések, meg mindenféle ilyesmi. És gondolom akkor itt fognak nőni a tökök. Aha, már el is kezdtek szépen nőni. Na, szuper! És igen, ez pedig a régi workbench, tehát akkor elmentek, megkapta a farm az utolsó fejlesztést. És most már itt tartjuk a kis növénykéinket rajta. Na, szuper! Örülök egyébként, hogy akkor ez is meglett. Gyorsan begyűjtögettem szerintem még akkor innen is a terményeket. Oké, és... A 30 darab tököt kell összeszednem. Hát ez nem lesz egyébként rövid idő szerintem. De azért igyekszem. Egyébként milyen aranyosak ezek a madárijesztők? Hát ha madár lennék, nem tudom mennyire ijednék meg ettől. Tényleg tök cukira megcsinálták. Ezekkel vajon lehet valamit kezdeni? Méhek segítenek esetleg több terményt hozni, vagy gyorsabban megnöveszteni, vagy csak dekoráció? Minden esetre, ha csak dekoráció, akkor is baromi jól néz ki. Nagyon-nagyon hangulatos lesz ez a kis sziget. Még ezeket gyorsan összeszedegetem. Meg akkor még a bányát lehet majd még ugye fejleszteni. Tökök készen állnak. Mennyibe kerül egy tök? 800 pont! Wow, oké. Egészen megérte akkor ez a fejlesztés is. Bárcsak ilyen gyorsan megnőnének egyébként tényleg a kertben a dolgok. Azt hiszem nem lenne panasz. Mondjuk akkor elég kevesen vennék meg a farmerektől a terményeket, hogyha ez ilyen könnyen elérhető lenne bárki számára. Itt a kacsa! Megjelent a kacsa, Peggy! Szia, Peggy! Kvak-kvak, Peggynek hívnak, és én vagyok itt a helyi vándorárus, aki csak kukoricát árusít. Minden, ami sárga, minden, ami kukorica, az nagyon-nagyon finom. Úgyhogy mi lehet ebben a rossz? Szeretnék veled csereberélni, 4000 alapanyagot adnék neked, utána pedig én odaadom az összes kukoricámat, ami van nekem. Tehát 4000... alapanyagért tudnék tőle venni kukoricát. Jó, veszünk tőle kukoricát. Meghalt. Ez most jó nekem? Hol lett a kukoricám? Ja, jó, oké, elültette. Már azt hittem, hogy valami baj van. Azt mondja, elültette nekem az összes kukoricát. De hova lettek? Én amúgy nem látom, szerintem ez átvert. Szerintem elvitte tőlem a 4000 alapanyagot.
Aztán ennyi. Hol van a kukorica, amit ültettél? Hey! Hát majd valahol csak megtalálom. Szerintem engem lehúztak. Ezen a szigeten engem mindenki le akar húzni. Azt gondolná az ember, hogy jó, tök jó, itt éltek a kis állatokkal. Minden tök... Á, itt vannak a kukoricák, jó, nem vert át. Miért gondoltam, hogy szegény kacsom ma átver engem? De akkor nem neki kellenek a... kis kacsák odafent? Lehet, hogy akkor lesz itt majd egy másik kacsa is, akivel még tudunk találkozni? Még Nuszéban is kettő van. Lehet, hogy akkor minden állatból kettő lesz, hogy párosban legyenek, mert párosban szép az élet, meg ilyenek. Vagy nem tudom. Ezek a kukoricák vajon mikor nőnek meg? Nőnek, szépen nőnek. Sose volt még ilyen izgalmas, ahogy nézi az ember a kukorica növekedését. Ennél már csak az az izgalmas, amikor a fű növekedését nézhetjük. Erre meg közben elkészültek megint a tökök. 800. Oké, és... ezeket is közben le lehet szedni. Konkrétan két paradicsom, egy tök. Megéri. Főleg mondjuk itt a őszi hónapokban a tök termesztés. Lehet belőle jó kis lattét csinálni. Pumpkin spice lattét. Na. 1000 pontot ér a kukorica. Na jó. Ez jó díja volt. Köszönöm szépen. Ez jó díja volt. Jó. Megcsináltunk belőle finom tök pitét. Na de. Meg kéne nézni azokat a kis... pici kacsákat. Az eperrel mit tudok kezdeni? Erre se jöttem még rá. Én szereztem epret, meg napraforgó magot, meg gombát. Ezekkel mit lehet csinálni? Majd a utolsó levelet el fogom olvasni, de azt majd a végén szeretném. Lehet, hogy abba kiderül. Na jó, megnézzük a kis kacsákat első körbe. Itt van Peggy. Vak-vak. Tudok tőle venni makot. Meg tudok tőle venni még kukoricát. Makot. Örülök, hogy tudtunk üzletelni. És ez micsoda? Ez a mak. Ezzel mit kezdjek? Tudok még tőle venni kukoricát is, de azt mondja, hogy most nincsen nála. Jó, oké, akkor nem kell igazából megtalálni Peggynek a picinyeit. Tehát, hogy gondolom, akkor innentől kezdve itt fogok találkozni Peggyvel, hogyha esetleg szükségem van rá. Mondjuk érdekes, hogy vándorárus, de azért a családot azt így itt hagyta nálam. Ide lerakta a tojásait, itt majd felnőnek, mint a vadhajtás a kiskocsák. Szegény kiskocsák amúgy. Mamájuk elmegy, kereskedik, kukoricázik, meg ilyenek. Ezeket meg itt hagyja, kiskocsákat. Milyen gonosz mama már az ilyen. Magára hagyja a kis piciket, mert ha már érted, legalább tinédzserek lennének. Már legalább tudnának magukról gondoskodni, de ezek nagyon pici kacsák. Na jó van, Peggy, én nem akarok beleszólni abba, hogy hogyan neveled a picinyeidet, de szintén szóval szerintem ez nem helyes. Mondom, nem bántásból, de. Ez ilyen tipikus nem bántásból, de. Jó. Rengeteg pénzünk van. Igazából lehet, hogy most már megnézhetném a bányát is, hát ha esetleg azzal is tudnánk valamit kezdeni. Pumpkinból mennyit szedtünk? 70-et? 134 búz... Nem, 16-ot valószínűleg, csak el van csúszva. Igen, el van csúszva. 16, és mennyi kell neki? 30 darab tök. Na jó, én akkor lehet, hogy tököket később szedném újból össze. 30 tök azért elég sok ahhoz képest, hogy ilyen lassan nő. Úgyhogy nézzük meg a bányát. Bányászunk akkor itt is. És akkor megnézzük, hogy hogyan néz ki ez a híd, amit fel lehet oldani, vagy a gyémántos területhez. Na. Elméletileg itt is vagyunk most az utolsó olyan területen, amit felfejlesztettünk utoljára a bányába, hogy itt már rubinok vannak. Jó, 60 ezer.
Nézzük szerintem, nézzük. 20 ezerbe kerül. Wow, de jól néz ki ez a híd. Ezt a Rubint kiszedem, és itt van Alexander, a... nem tudom, hód. Tavó és Alexander. Szükségem lenne egy tea szünetre, segíteni nekünk? Mit szeretnél? 10 darab Rubint kellene kibányászni. Neki pedig kávészünetre lenne szüksége. Neki pedig 10 darab gyémántra lenne szüksége. Jó. Ó. Itt vannak ám a gyémántok. Nem tudom, hogy ezek mennyi idő alatt fognak újra termelődni, de... ezret ér. Na, király. Igazából akkor ez is szerintem elég hamar vissza fogja hozni nekünk majd az árat. Oké, és... szerintem ezt a területet viszont tovább már majd nem tudjuk fejleszteni, tehát gondolom ez is ebben lesz a... tehát gondolom ez lesz a maximum itt a bányánál. Ez egy gyémántos terület. Bár mondjuk itt nem látom a régi workbenchünket. Eddig mindig valami történt a régi workbenchünkkel, de most nem írja. Esetleg ezeket tudom trekkelni? Üdvözöllek! A három bányász testvér azért van itt, hogy segítsen neked. Tim azt mondta, hogy ameddig te itt dolgozol, addig éppen kellemes időt tölt egy hölgyel együtt. A mi feladatunk pedig az, hogy kibányászuk innen a rengeteg ércet, és aztán pedig odaadjuk egyből. Tessék! Tim és Lili együtt vannak, és konkrétan engem dolgoztatnak, hogy addig se legyek otthon? Felépítettem nehéz munkával egy házat, és közben ezek meg ott csinálják a kis mókusokat, vagy nem tudom. Mondtam én, hogy ez egy átverés. Éreztem én, hogy ez egy átverés. Arra ment ki az egész játék, hogy engem távol tartsak, majd szépen ki fognak engem zárni, figyeld meg. Figyeld meg, be se fogok tudni menni majd a házba, amit én építettem. Oké, az volt a sztori, hogy izé segítek nekik a tél előtt még itt rendbe rakni a szigetet, meg ilyenek, de... velem mi lesz? Ezt nyertem a tombolán? Köszönöm szépen, soha többet nem fogok tombolázni. Még jó, hogy a videós találkozós tombola nem ilyen. Az milyen szép lenne. Nyernétek egy szigetet, ahol dolgozhattok azért, hogy másoknak jó legyen. Mi kedves? Hát itt a gyémántok nagyon lassan akarnak újra termelődni, szóval... lehet, hogy ide majd később kell visszajönnünk, azért kell belőle tizet összeszedni csak, mert ennyire lassan lesz belőle új. Na most mindjárt oda megyek, aztán megmondom a magamét. Mindjárt oda megyek, és úgy megmondom a magamét. Majd figyelni kell, hogy nőjen magától a pénz. Egyébként, mintha nőne, nem? Tudja a fene. Lehet egyébként közben csinálok dolgokat, amik miatt nő a pénz. Ja, most nyilván ezeket leszedegetem, szóval ettől egyértelműen fog. Oké, és ezeket is leszedegetjük. Meg mindjárt a tököket is. Igazából lehet, hogy ezeket kellene most inkább trekkelni, aztán majd lent a bányába a többit. Jó, 16 darab töknél tartok. 30-at kell, most vagyok 20-nál. Szóval, ha minden igaz, még háromszor kell megvárnom, hogy az ott megnőjön. Na mindjárt megnézem ezt a házfejlesztést, hogy mi történik ott. Amiről én elméletileg nem tudok, de most már tudok, mert elárulták itt a bányász testvérek. Az visszamegyek is, mert tele lesz kis mókusokkal ott minden. Érzem. Esküvőtöket ne fizessen, vagy mire vártok még? Hát szerintem akkor ezt megcsináljuk. Na most mit mondasz? Végre-végre elkezdhettem kipakolni. Nagyon tetszik a renovációs munka, amit csináltál. A kis Lidnek is nagyon tetszik az emelet, úgyhogy oda már eltervezett egy-két dolgot. Az nem semmi. Nem látom viszont őt sehol. Ó, elküldtem már a leveleket, de szerintem Bini a nyuszi már megérkezett, viszont nem láttam őt sehol se. Lehetséges, hogy ott van a farm közelében? Ja, megnézzük. Ő miben fog nekünk segíteni? A nyufi? Nem lehetett egyébként valami shortcutot
Egyből a fa farmhoz. Itt vannak ezek a nyuszik. Á, itt van Beanie. Oké, rá lenne szükségem. Hihihi. Egyből repülőre ültem, ahogy meghallottam, hogy Mr. Timnek van egy új szigete. Esetlegesen nem növesztesz éppen a kedvenc gyümölcsömből valamit? Mi a kedvenc gyümölcsöd? Narancs! Úgy értem, narancs! Nagyon szeretem a narancsot! Tudnál nekem hozni néhányat? Lehet, hogy majd fát kell vágnom ehhez. Majd mindjárt megnézzük, de szerintem a tököket ismételten le tudom szedni. És első körben ezt a küldit szeretném megcsinálni. Oda van a narancsokért. De abból csak resource pontot kaptunk. Vagy lehet, hogy valahol most már külön narancsokat is tudok szerezni. Na erre mondjuk kíváncsi leszek, hogy ez hogy működik. De mondom, itt mindenki csak jön, aztán lássam el őket. Itt az anyjuk lennék, vagy nem tudom. Oké, és... lehet, hogy lemegyek közben a bányába. Megnézzük akkor a gyémántokat, meg a rubintokat. Azzal megvagyunk, akkor pedig újból le tudjuk szedni a tököket. És a gyémántok is közben újra spónoltak, úgyhogy ezeket is szépen kiszedegetjük. Ebből pedig 4 termelődik, hogyha jól látom. Úgyhogy ide is majd még egyszer vissza kell, hogy jöjjünk. És remélhetőleg akkor meg lesz ez a 2 küldetés is. Jó. Ott még fönt van egy rubin, az viszont jó lenne begyűjteni. Oda hogy lehet átmenni? Itt a hídon, ugye? Szerintem igen. Aha, ott. Oké, és akkor ez is megvan. Milyen érdekes, ott az a kék valami. Jó. És akkor most pedig szépen vissza. Remélhetőleg ennyi idő alatt megérett a tök. Vagy legalábbis hamarosan megérik. Oké, és... hát 80 ezer pontunk van, mondom, nem tudom, hogy mennyi lehet majd az utolsó házfejlesztés. Én 100 ezerre tippelek, de majd úgyis meglátjuk. Vissza ide a farmra. Majd ezt a narancsos küldet is meg kell nézni. Egyébként tényleg tök jó, hogy ennyi tartalom van ezen a pályán. Tehát most már szerintem... hát, hogy pontosan mennyi időt töltöttem ezen a pályán, azt nem tudom, de egy 2-2,5 órát már simán. És nagyon kevés olyan pálya van, amin ennyi időt el lehet tölteni, úgyhogy vagy ténylegesen az ember azt élvezze is, mert nyilván el lehet tölteni bármennyi időt bármelyik pályán, de kevés az olyan, amiben ennyi tartalom is van. Oké, és 28 darab tök, szóval még 2 kellene nekem. Esetleg még megnézhetném a narancsfákat. Hát esetleg ott is van valami változás. Ebből lesz nekem most külön még narancsom? Hogyha kivágom, de nem látom, hogy dobott volna. Viszont, hogy a napraforgó mag mire jó? Mondjuk lehet, hogy azért van ez a narancsos küldetés. Mert egyébként ezek a fák olyan sok alapanyagot nem adnak most már. Mármint, hogy ugye a többihez képest. Tehát elmegyek horgászni, sokkal gyorsabban megszerzem ezt az alapanyag mennyiséget. Valószínűleg ezért van ez a küldi. De majd úgyis meglátjuk. Pocs! Szia, nyuszi! Jöttem a tökökért. Elméletileg akkor ez is így megvan. Legalábbis őszintén remélem, de azért még ezeket is gyorsan leszedegettem. Hát ha nem az össz mennyiséget számolja be, hanem amit ugye a küldetés felvétele után leszedtem. De elméletben így is meg kell, hogy legyen mindegyikből most már a 30, hogyha a tökökből meg lett. Jó. Na, akkor szeretnék veled, Georgie, beszélni. Fejezzük be ezt a küldetést, kaptam 2000 resource pontot, illetve 2 darab makkot is. Wow, oké, ez megérte. Te mit szeretnél akkor? Narancsot kell szüretelnem.
De eddig azt írja, hogy nullát szedtem le. Honnan fogok én neki narancsokat összeszedni? Ez mondjuk... Jó kérdés. Lehet, hogy nem kell kivágni a fát, lehet, hogy mégis jók azok a kis... Várjál csak. De nem, ezeket nem lehet leszedni. Ezeket se igazából látom. A narancsfa még nem nőtt meg. Lehet ezeket... De nem hiszem, hogy ezekkel bármit tudnék kezdeni. Nem vaskapuval se. Honnan szerzek narancsot? Kivágom a narancsfát, de nincs narancsom. Peggy? Nem tud nekem ebbe segíteni. Hűha, jó. Ebben az esetben szerintem beszélek Timmel, hát ha ő tudja, hogy amúgy Mizu van. Ó, közben meg tudom nézni az emeletet is. Ez milyen jól néz ki. Ó, és közben ő is szeretne Lili velem beszélni. A kis Lili szeretne egy hálószobát, pont ide. Jó lenne egy kis játszószoba is. Illetve jó lenne egy táncosszoba, hogy úgy tudjak táncolni, mint egy kis hercegnő. Micsoda? Mi az a fürdőszoba? Fürödni meg ki fog? Nekem kell helyetted? Te tudsz valamit arról a... fura alakról, akit mondtad, hogy keresek meg? Mert narancsot akar, nem tudom, hogy szerezek neki narancsot. Na mindegy, szerintem ezt is megcsinálhatnánk, ezt a fejlesztés. Ó, te jó ég. Lett itt még egy mókus? Tele van mókusokkal minden. Szeretnék veled igazán őszinte lenni. Van egy borzasztó titkom, amit meg akarok veled osztani. Használtam az internetet arra, hogy beszélgessek más mókusokkal, akik nagyon-nagyon messze élnek. Aztán megismertem Elizabeth-et, és meghívtam ide, hogy segítsen nekünk. Elizabeth? Igen. És igen, egy kicsit elpirult. Oké, te vagy az új mókus asszony? Hello, Elizabethnek hívnak, és én vagyok a helyi designer. Azért hívtak ide, hogy segítsek a dekorációkkal kapcsolatosan, és nem tudtam nemet mondani erre. Van egy nagyon-nagyon izgalmas hírem, amit szeretnék neked elmondani, és nagyon örülnék, hogyha itt dolgozhatnék. 10 000 alapanyagra lenne szükségem, utána pedig meg tudok csinálni mindent. Hát akkor ezt oda is adom. Készen is vagyunk. Wow! Meg vagyunk a házzal? Wow, megcsináltuk! Készen is van ez a csodálatos kis otthon. Remélem neked is tetszik az új otthonod. Ennél jobbat el se tudnék képzelni. Tim? Nem beszélsz velem? Jó. Tudok tőle még esetleg kérdezni? Igen, és úgy gondolom, hogy örülnék annak, hogyha itt maradhatnék Timivel. Hát akkor... sok boldogságot. Ó, milyen jó kis kanapés! Sarok, de baromi jól néz ki. Nagyon nem haragszom rájuk. No veggies, nem esznek zöldséget. A kislánya a Mizu. Wow! Milyen jól néz ki egyébként. Az ő otthona is. Hallod? Ezek szellemek? Ez a ház el van átkozva? Nagyon-nagyon félek. Meg tudtam őt nyugtatni, nem tudom mondjuk mivel. Mit tudok még kérdezni? Lehet, hogy ez valaki olyannak a szellem, aki itt élt. Van valami ötletet, hogy ki lehetett az? Hát gondolom, aki ott, akinek ott van a síremléke, vagy nem tudom. Á, fürdőszobát kaptál! Nem fogsz táncikálni, Lilike. Hát, hogy azzal a narancsos cuccal mit fogok kezdeni, azt a mai napig nem tudom. Viszont... ugye ők megvannak, ha minden igaz. Samantha! Ó, várjál csak. Nagyon sokat hallottam rólad Timtől. És igazából én egy mérnök vagyok, aki saját magát tanította. Szeretnék neked segíteni a farmmal kapcsolatosan, és szerintem tök jó lenne, hogyha folyamatosan valami öntözni a növényeidet. Hogyha szükséged van a munkára, akkor én tudok neked segíteni. És elmetek 20 darab nagy kőre lenne szüksége, hogy ezt meg tudja csinálni. Hát jó. Igazából nem tudom, mennyire van még ebből a kalandpályából. De szerintem még egy epizódot
simán tudunk csinálni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, skacok, hogy itt voltatok. Remélem tetszett nektek ez a rész is. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornámra, illetve nézzétek meg a többi videót. Köszönöm, hogy itt voltatok. Andi voltam. Sziasztok!